A fejlesztési beruházásokról szóló középtávú terv kapcsán az ellenzék észrevétele az, hogy a terv kidolgozása felületes, és csupán a törvényes előírások miatt készítették el. Ezt a tervet sokkal komolyabban kellett volna kidolgozni, valamint be kellett volna azt előtte mutatni. Emellett hiányoljuk az előző időszakról szóló beszámolót arról, hogy mit valósítottak meg. Úgy gondoljuk, hogy ez a hozzáállás komolytalan, és arról tanúskodik, hogy a jelenlegi hatalom nem tud olyan komoly dolgokkal foglalkozni, mint a város jövőjének a megtervezése. A város alpolgármestere elmondta, a terv nem tartalmaz beszámolót az elmúlt időszakról, ugyanis korábban a városnak nem volt ilyen dokumentuma, de az elkövetkező időszakban ilyen beszámoló is készül majd. Nagyon sok projektum van ebben a középtávú fejlesztési tervben, ami egyértelműen a polgárok érdekét szolgálják. Én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy mindannyian arra kell, hogy törekedjünk, hogy ezek a tervek megvalósuljanak. Reális alapok vannak, hiszen az alapvető dokumentum, amire ebben a középtávú fejlesztési tervben hagyatkozunk, az a költségvetés és a középtávú beruházási tervek. Úgyhogy én egyértelműen optimista vagyok. Az ülésen ezen felül elfogadták a városi ombudsmanról szóló határozatot, és személyi kérdésekről is döntöttek. A képviselőtestületi ülés végén Mirko Bájtya, a Bácskai Bunyavácok Szövetségének elnöke lemondott képviselői tisztségéről, és felszólalásában politikai nyomásgyakorlással vádolta meg Veljko Vojnicsot, a Szerb Haladó Párt frakcióvezetőjét. Vojnics elutasította ezeket a vádakat.